Jó reggelt kívánok mindenkinek, és az utóbbi napokban a Pészach traktátusban, Pszachim traktátusban a pészachi áldozatról volt szó, és ennek a különböző implikációiról. És ma a kóserságot érintő általános kérdésről fogunk beszélni. Arról lesz szó, hogy valami, ami ne adj Isten tréfli, hogyan tudja eltréflizni esetleg a kósert. Hogyan kerül ez szóba? Ugyanis a tegnapi 75-ös lap végén a Misnában arról volt szó, hogy mi a helyzet akkor, hogyha a pészachi áldozat sütés közben érintkezik valamivel, amivel nem kéne, hogy érintkezzen. Például elég, ha csak annyi történik, hogy ráfröccsen a pészachi áldozatnak a nedve a sütés közben a sütőnek, a kemencnek a falára, és onnan visszacsöppen a pészachi áldozatra, akkor itt már van egy probléma, mert ugye a pészachi áldozat nedve, amikor ráfröccsen a kemence falára, ott a kemence fala fogja átmelegíteni, és az vissza fog csöppenni a áldozatra, akkor az már nem tűzön sült, hanem a kemencének a falának a melegétől sült meg. És ugye ez egy eléggé extrém helyzet. De ehhez hasonlóan hát vannak olyan helyzetek, amikor esetleg a kóser nem kóserrel keveredik. Nem is annyira keveredik, inkább, hogy érintkezik. És akkor az a kérdés, hogy ez a keveredés, ez az érintkezés, ez milyen esetekben számít tréfliző hatásúnak? Tehát, hogyha érintkezik a tréfli a kóserrel, akkor mitől tréflizi el a kóser a nem kóser? Itt hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy bekeveredett egyik a másikba, hanem csak egymáshoz ért. Az egymáshoz való érintés az probléma, vagy nem probléma, ha probléma, akkor mikor probléma. Nos, ezzel kezdjük rögtön a talmudi részt, és köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Ágnes, Kálmán, Katalin, Larissa, Laci, jó reggelt kívánok, Mária. És akkor nézzük is a szöveget. Itt már Hám letöj Hám, divre hakoil, aszur. Cajnen letöj cajnen, divre hakoil, mutar. Ha forró érintkezik forróval, akkor biztos, hogy az tilos. Tehát, hogyha egy forró tréflihús, ne adj Isten, érintkezett a forró kóserhússal, az biztos, hogy eltréflizi a kóser húst, mert a tréfének az íze átmegy a kóserbe. Ezzel szemben cajnen letöjj cajnen, ha viszont a hideg érintkezik hideggel, egy hideg kóser sajt, egy hideg tréfli hússal, akkor biztos, hogy nem tréflizi el, mindenki egyetért, hogy az rendben van. Van egy számra felfoghatatlan általános hiba, vagy félreértés a közvéleményben. Valaki, amikor arról akar beszélni, hogy kóser konyhája van, vagy nincs kóser konyhája van, akkor azt mondja, hogy hát, ne annyira nem vagyunk kóserek, nincs két frizsiderünk. Most pont a frizsider az a kóser konyhában, amire nincs szükség két frizsiderre, mert a frizsiderben hidegen tartjuk az ételeket, ráadásul általában becsomagolva, tehát semmi okunk nincs arra, hogy az két külön frizsider legyen. És ugye innen is látjuk ezt, hiszen cajnen, ha valami hidegen érintkezik, valami mással, ami hideg, akkor az nem tréflizi, ez nem adja át az ízt. Viszont mi a helyzet akkor, hogyha ham le töjj cajnen, vagy cajnen le töjj ham? Mi a helyzet akkor, hogyha érintkezik a hideg a meleggel, vagy a meleg a hideggel? Most ugye itt úgy fogalmaz, hogy beleesik a hideg a melegbe, vagy beleesik a meleg a... Beleesik a hideg a forróba, vagy a forró a melegbe, vagy a forró a hidegbe. Ez a beleesés az azt jelenti, hogy utána persze nem elkeveredve esszük meg, hanem kivesszük belőle. És akkor a kérdés az az, hogy melyik az erősebb. Most ugye az alapeset az az, hogy mondjuk van egy forró lábos tejem, és abban beleesik egy hideg darab hús, vagy egy forró lábos húslevesem, és abba beleesik egy hideg tréfli hús. Ez az, amikor cajnen le töj ham, amikor valami hideg beleesik valami forróba. Lehet egy fordított eset, amikor van egy hideg
kóser húslevesem, lábas kóser húslevesem, amiben beleesik egy forró tréfli hús, az pedig a hamletoich cainen, amikor valami forró esik bele a hidegbe. És itt alapvetően nem az a csak kérdés, hogy beleesik, hanem az, hogy melyik a nagyobb, melyik a... És akkor erre mit mondunk? Itt vita van. Ráv azt mondja, illa a gavár. Ráv azt mondja, hogy mindig a beleeső, tehát az, ami, gondolom én, hogy a kisebb, az, ami gavár, az, ami erősebb. Tehát, hogyha hideg volt a húsleves, és forró volt a hús, ami, a tréfli hús, ami beleesett, akkor az olyannak tekintjük, mintha mind a kettő forró lenne. Tehát akkor tréfli. Ha hideg volt, ami beleesett, mondjuk a tréfli hús a forró levesbe, akkor az lehűti a forró levest, és ezért szerinte az úgy tekintjük, mind a kettő hideg lenne. Tehát mindig azt nézzük, hogy mi az, ami beleesett, és nem azt, ami beleesik. Ez a Ráv véleménye. Smuel a Márta talgavár. Smuel azt mondja, hogy az alját kell nézni. Azt kell nézni, hogy mi beesett bele. Tehát, ha forró levesbe esett a hideg hús, akkor a hideg hús is forró lenne. Az alját nézzük, ami beleesik, és nem azt, ami bele, és nem azt, ami beleesik. Különben ez a halacha, ha jól sejtem. Tehát, hogy azt nézzük, hogy a nagyobbik darab, ami beleesik a másik, az milyen, forró vagy hideg? Ha az hideg, akkor olyan, mintha mind a kettő hideg lenne. Ha az forró, az olyan, mintha mind a kettő forró lenne. Oké. Tehát Ráv azt mondja, hogy a felsőt kell nézni, az, ami beleesik. Smuel azt mondja, hogy az alsót kell nézni, az, ami beleesett. Most ugye ez az alap vita, és mi a misnánkból meg fogjuk próbálni bizonyítani, hogy kinek van igaza. Vagy pontosabban a misnánkból meg fogjuk próbálni bizonyítani, hogy Smuelnak nincs igaza, és Rávnak van igaza. Hogyan? Tnán, nataf mirőjtva is áll a heresz, vagy hazár el a nyitó lesz, meg kaimaj. Mit tanultunk, hogyha a ráfröccsent a cserépre, vagy a kemence cserép falára a húsnak a nedve, és ez visszacsöppent, akkor nem kóser a dolog. Most ugye abból indulunk ki, a szálkadájtok, nem úgy, ahogy mi magyaráztuk a misnát, hanem abból indulunk ki, hogy a kemence fala hideg. Ha ez így van, akkor Ráv szerint logikus az, amit most mondtunk. Miért? Mert forró esett rá a hidegre, azt nézem, ami rá esik, és nem az, ahova esik. Tehát akkor, ha forró volt a húsnak a nedve, akkor az, amikor ráesett a hideg falára a kemencének, a kemence fölmelegedődött, és olyan, mintha visszamelegítette volna ezt a nedvet, ami aztán visszaesik a húsra, tehát akkor azért nem kóser a nedv és a hús, amire visszaesett, mert a forró ráesett a hidegre, és ezáltal olyan, mint hogy a hideg is forró lenne, és amikor visszaesik rá, akkor eltréflizi. Azt mondja, a Talmud nem, vagy egyenlőre, bocsánat, azt mondja, a Talmud, tehát akkor bislémale Ráv, de amár ilag vávár. Ugye Ráv, aki azt mondta, hogy a felső, ami esik, az az, ami a lényeg, az az, ami a meghatározó. Mi sumhachi nyitó lesz meg kaimai, ezért, amikor visszajön a húsra, akkor annak azt a részt, ahova ráesett, azt ki kell vágni. De az arra itt mártak lele heresz, mert ugye a forró nedv ráesett a hideg, ráfröccsent a hideg kemence falára, az olyan, mint a fölmelegítette volna a kemence falát. Mert hader heresz mártak lele rajta, és az ugye visszamelegíti a ráfröccsent nedvet. De ki hadara rajta, a Pesach, és amikor ez a nedv visszahullik a Pesach áldozatra, akkor mátva Pesach máhmaszka mimuszad a heresz, akkor az jön ki, hogy a végső soron a kemence falától melegült, forrósodott a Pészach áldozatnak az a része, ahol ez visszafröccsent. Nachmana amár cli és, a Tóra ugye azt mondja, hogy a tűztől kell melegednie, mert löjt cli máhmasz davarák, és nem mástól kell melegednie, és akkor ez így stimmel, ugye, mert Ráv azt mondja, hogy a lényeg az, hogy az ami esik, az forró. Ha az forró, akkor az, amire ráesik, lehet hideg, de azt is úgy tekintjük, mint a forró lenne.
Viszont Shmuel szerint, ellele Shmuel Dalmert a talga, bár Herez, de kivendet szerint, akkor én mikár lélele, te van már itt lesz, meg kaimaj. Viszont Shmuel szerint, aki azt mondja, hogy a lényeg az alja, az ahova esik, akkor az hideg, akkor hiába ráfröccsen a nedve a Pészak áldozatnak, az lehűti a Pészak áldozat nedvét, tehát hideg találkozik hideggel, akkor amikor visszamegy a Pészak áldozatra, nem kéne, hogy eltréflizze. De amár ebb írmi, amár a Shmuel visszai lesz, hogy szákház, ha nem, mibe keresz, hogy teák. Talmud nagyon egyszerű választod, azt mondja, ugyanúgy, ahogy a Birmi a Shmuel nevében mondta, hogy a mistának a második esete is, amikor nem a falára esik a kemencének, hanem ott van mellette egy valamilyen rántás, valamilyen árpaliszt, amit éppen sütnek, az is forró, ugyanígy a kemence fala is forró. Hozzáteszem, hogy ez logikus is. Ugye sütök egy nyárson, egy kemencében valamit, akkor általában a kemence fala is forró. Tehát akkor pont, hogy Shmuel szerint tökéletesen kijön, mert ami rá hullik a falára, az forró, és ahova hullik, az is forró. Tehát itt nincs kérdés, hogy eltréflizi majd, amikor visszahullik a Pészak áldozatra. Oké, akkor nézzük a második esetet, amire most már az előbb egy szóban utaltunk is. Mi volt a második eset a misnában? Tnán. Nataf mirőit fajászai lesz, jikmöcesz meg kaimaj. Ha valakinek, ugye mi volt a másik eset a misnák? Nataf mirőit fajászai lesz, hogyha a Pészak áldozatnak a nedve ráhullott a árpaliszre, ami ott van valami rántásként, gondolom a áldozat nyársa mellett, akkor vegye ki azt a részt, amiben belehullott, azt szedje ki a rántásból, mert az nem kóse. A szálkadájtok szaj lesz, hogy ne lesz? Akkor most ugyanezt fogjuk végigmondani. Azt gondoltuk, hogy eredendően, hogy itt hideg árpalisztről van szó. Mistém a le rávda amari la a gavar, misi mahiik, mit szemű könyv, de mártak lesz, ez a hadere hunni. Adon szemű, hogy mártak lenni ide, ve kamát veri rejte máhmoz kamiszot szemész, vrak van amác, li e is, vilajt szeli máhmoz davar áhe. Akkor így, ugyanígy, ugye ráv szerint ez teljesen jó, és teljesen koherens, mert ráv mit mond, hogy az alját kell, hogy azt kell nézni, nem az alját, a tetejét, azt kell nézni, ami rá hullik, az forró. Hiába, ami belehullik, az hideg, értsd, liszt, de az fölmelegíti a hideget, és amint hogyha a liszt is forró lenne, és ezerőn ez visszamelegíti a nedvet, az ugye akkor nem jó, mert a nedv és a Pészak áldozat része, és annak is a tűztől kéne melegedni, és nem mástól. És ezért nem jó az az egész rész, ezért ezt ki kell szedni. Viszont Shmuel szerint, aki azt mondja, hogy az alját kell nézni, akkor hogyha ez az árpa liszt, ez hideg, akkor lehűti azt a nedvet, ami belejön, tehát olyan, mint a két hideg találkozna, akkor mi a gond? Amire írmi, amire Shmuel beszél, hogy szákhász, ugye az előbb ugyanaz a válasz, mint ezt előbb mondtuk. Azt kell figyelembe venni, hogy vagy úgy kell érteni ezt az esetet, ami teljesen logikus is, hogy a liszt, amire ráhullott, az forró volt. Tehát forró volt a nedv, forró volt a liszt, és így nem kérdés, hogy mi a helyzet. Látom, egy kis vita alakult ki Mária és Larissa között, hogy mi van a nem, hogy lehet a kóser konyhában nem kóser hús. Jó kérdés, de hát bármi előfordulhat. Különben amúgy itt nem csak kóser és nem kóserről lehet szó. Ez a modell, amiről beszélünk, ez előfordulhat húsos és teljessel is. Egy kis darab sajt és egy kis hús, szóval ez nem előfordulhat. És ez aztán, hogy került nem kóser, van nem kóser húsa, valami nem kóser a kóser konyhában? Hát behozta a bejárónő. Oké, megyünk tovább a misna következő esetére. Mi volt a következő eset? Azt mondta a misna, hogyha az áldozatot bekenték trumaolajjal, akkor ha az áldozat fogyasztói azok kohaniták, akkor semmi gond, mert a trumát ezt fogyaszthatják a kohaniták. Ha viszont izraeliták is vannak közöttük, akkor ha hideg volt az áldozat, amikor bekenték, akkor egyszer elég lemosni. Ha forró volt az áldozat, tehát már sütés után volt, akkor le kell egy réteget hámozni belőle. Most. Bislém a le rávda amari laga, bár ámtul a hachis szági lébe klipa, misum de illa acainen hú.
Ellenes múlva, mert a talgavár kíván, de hámum, mivel bale a máj száglébe klipa nisztaj legámre. Szóval talmud, hogyha Rávnak a véleményét vesszük, akkor ugye mit mond, hogy a felső az, ami ráhullik, az a lényeg. Itt, abban az esetben, amikor át van sülve már forró a, az áldozati hús, és akkor bekened trumaolajjal, akkor miért elég csak egy réteget, egy hámozást végezni rajta? Nem arról beszélünk, hogy akkor a forró hús átmelegíti a hideg trumaolajat, és ez olyan, mint hogy az egész trumaolaj is forró lenne, tehát hozzáért a trumaolaj a forró trumaolaj a forró húshoz, akkor a húst is eltréflizi? Akkor miért elég csak a húsnak az külső rétegét levágni? Szóval a Talmud sájni sziha, de másokban álmahúda a vida, szóval a Talmud Smuel erre azt válaszolni, hogy azért elég csak egy réteget leszedni, mert az olaj annyira kevés, olyan finom kis réteg, hogy ezt nem szívja teljesen magában a hús, csak a külső rétegét, és ezért a külső rétegét elég lehámozni. Tányák a vasszad, de Smuel, most akkor Smuel állításának Smuel állításának a alátámasztására fogunk hozni egy pár külső forrást. Smuel véleményével megfelelően, vagy annak, ahhoz igazodóan tanultuk egy brájtában. Chám letöj, chám aszur. Chén cöjnén, naszán letöj, chám aszur. Chám letöj, cöjnén, ve cöjnén, letöj, cöjnén, madiach. Ha forró esett bele forróba, mondja a brájta, az nem jó. Ha hideg esett bele forróba, az ugyancsak nem jó. Ha forró esetben hidegbe, vagy hideg esetben hidegbe, akkor elég lemosni. Mit látunk ebből? Ugye mi a lényeg? Cöjn le töj chám. Hogyha chám le töj cöjn, hogyha forró esetben hidegbe, akkor elég lemosni. Magyarul, mi a lényeg? Az, ami alul van, és nem az, ami fölül, ami beleesik. Az a lényeg, ami beleesett, és nem az a lényeg, ami beleesik. Azt mondja a Talmud, chám le töj cöjn ma diach, kimen de chám hu amedakerlej, Ijesedelői balapurta klip, ami annyi baj. Szerintem, hogy jó, értjük azt, hogy a forró, ami belesik a hidegbe, az nem tréflízi el teljesen. Miért? Mert ugye a hideg lehűti a forrót. De amíg lehűti a forrót, azért valamennyi kis pár pillanat van, amíg a forró az forró, és akkor a vele közvetlen érintkező hideg az is átmelegszik, és azt magába szívja. Akkor legalább azt a darab kis húst, ami beleesett a hidegbe, azt le kéne hámoznunk, nem? Azt mondja, Talmud, elején, ma chám letejik cainén, kailev cainén, 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 ma diach. Azt mondja, Talmud, jogos. Akkor pontosan úgy kell, hogy hangozzon a brájta, hogyha forró esett bele hidegbe, akkor le kell hámozni a forrót és a hideget. Ha hideg esett bele hidegbe, akkor elég csak lemosni. Tánya ida, balszaröj tejach. Tanultunk még egy brájtát, ami alátámasztja Smuel véleményét. Baszaröj tejár, se nafá letöj, halabröj tejár. Ha forró hús beleesett forró tejbe, vagy forró hús, vagy hideg hús beleesett forró tejbe, mindezek tilosak. Mert miért? Mert a lényeg az, ami beleesett, és az forró volt. Chám letöj, ha viszont egy forró hús esett hideg tejbe, vagy hideg hús hideg tejbe, akkor már diach. Akkor elég lemosni. Azt kérdezett Talmud, mi az, hogy elég lemosni. Chám letöj cöjnén, kivende chámhú, ami dákeli ijevsedelei balá purta klipa miani baj. Azt kérdezett Talmud, ugyanúgy, mint az előbb. Akkor az a forró hús, ami beleesett a hideg tejbe, azért egy pár pillanatig forró volt, tehát akkor a hideg tej, amivel közvetlenül érintkezett, fölmelegedett, tehát aznak magába szívja az ízét, akkor azt legalább le kéne hámozni. Azt mondja, Talmud, oké, igaz, elején ma chám letöj cöjnén könylef, akkor hogyha forró hús esik hideg tejbe, akkor a forró hús, vagy a húst után le kell hámozni. Szerintem a diák, ha viszont hideg hús esett hideg tejbe, akkor elég lemosni. Amer már, szerintem a diák. Ugye mit tanultunk, hogyha hideg esik hidegbe, akkor elég lemosni. Amer a funnelő és sanu elesülői malchai, ával malachai, aszurdalmas smul, ma liák erőket teják, kavus. Hát jó, kömű vusok. Azt mondja, Talmud, jogos mindaz, amit eddig mondtunk, hogy ha hideg esik hidegre, vagy hideg érintkezik hideggel, akkor elég csak lemosni, de ez csak akkor van, hogyha nincsen túl sózva az, amit eszünk. Mert ha sózva van nagyon erősen, akkor az olyan, mint a forró lenne. Ahogy ezt Smuel tanította. És ugyanígy, ami meg van erjesztve, vagy savanyítva, az is olyan, mint a forró lenne. Láttam Tamás kérdezését, hogy a húslevesbe folyik a hideg tej, az biztos, hogy nem jó.
mármint hogyha, de ugye alapvetően azért, mert az két folyékony állagú dolog keveredik, amit nem lehet szétválasztani ugye egymástól utána. Tehát, hogyha ott egy a 60-atban a nagyobb az arány, akkor az biztos, hogy nem jó. Itt alapvetően olyan dolgokról beszélünk, ahol mind a kettő száraz állagú, vagy legalább az egyik száraz állagú. Amar már... Oké, akkor ezek szerint, ha valami meg van sózva, vagy meg van savanyítva, akkor lehet, hogy hideg, de mégis is forrónak számít, mert az ízt úgy, hogy mi a forrónak a lényege? Hogy az, ami forró, az jobban átadja az saját ízét, azzal, amivel érintkezik. De ha valami másokból adja át az ízét erősen, mert mondjuk nagyon erősen meg van sózva, és a só kiveszi a nedveket abból, ami rajta van, akkor akkor az olyan, mintha forró lenne. Amr Rav hada Amr Shmuel Maliahu Kerei Teach Laya Amr Nele Shalai Nechal Machmas Milchai Amr Shalai Nechal Machmas Milchai Laya. Erre azt mondta Rav, amit Shmuel mondott, hogy a sózás az felforrósítja a hidegételt is, képletesen szóval, ez csak akkor van, hogyha annyira erősen van megsózva, mint ahogy például, amikor ezt én mondom zárójelben, hogy amikor, mint ahogy sózzuk például a húst a véreztetéshez, hogy annyira erősen megvan sózva, hogy nem is lehet megenni a só miatt. De ha ez csak simán megvan kicsit sózva, az nem jelenti azt, hogy olyan, mint a forró lenne. A hú, bárga, ez a nafala káda, de kámha. Történt egyszer, hogy beleesett egy kis galamb, egy kis levágott galamb a kutakba, a joghurt mártásba. Sárja ráfhinene bárávad rám is párspaina. Akkor ezt megengedte ráfhinene. Hiába a joghurt, ez a joghurt mártás, ez egy sós étel, tehát olyannak kell lenni, mint hogyha forró lenne. Tehát akkor a hús olyan, mint a forró tejbe esett volna. Mégis megengedte Rav Chinana. Miért? Amar rá, mán hákim nem isre milha ki, ha in Rav Chinana, mert a Rav Mas Pusain, de Gábra Rávahú, arra azt mondta Rave, hogyan engedte ki az a nagy ember, aki ezt magára vállalja, hogy ezt megengedje? Nem más, mint Rav Chinana, Bréd Rave. Miért? Amar lakjás, amar smuel, milliárhú elkerül, hogy teljesen innen, ha Mákhmasz Milchai. Háj, ne, ha Mákhmasz Milchai. Mert ugye ő tudja, hogy bár Smuel azt mondta, hogy ami sós, az olyan, mintha forró lenne, de ezt csak arra kell érteni, ami annyira sós, hogy nem lehet megenni. De ezt a mártást ugyan sós, meg lehet enni, tehát ezért ez nem számít forrónak. A háni milli háj, ával cali bai klip, vallaj amran elede lézbej pili, ával izbej pili asszul, ime tubel, vagy távli asszul. Azt mondja a Talmud, és mindez akkor igaz, hogyha ez a kis galamb, az nyers volt. De ha ez a kis galamb már sült lenne, akkor jobban magába szívja, már föllazulnak a húsrostok, és jobban magába szívja azt, ami beleesik, akkor legalább egy réteget le kell róla hámozni. Ha pedig föl van vagdosva, akkor bele is magába szívja az egészet, akkor az biztos, hogy nem kóser, és ugyanígy, hogyha meg van fűszerezve, akkor is magába szívja jobban, a fűszer is valahogy föllazítja, és magába szívja jobban, és akkor ugyancsak nem kóser. Amar ráv, baszos, hutas, samén, sece, laj, baszor, ne véle, kahus, aszur. Következő részben egy még szélsőségesebb kérdés fog fölmerülni, méghozzá az, hogy mi van akkor, ha nem is érnek egymáshoz a kóser és a tréfli, de egy légtérben sülnek, akkor az illata az egyiknek a másiknak átmegy az egyikbe a másikba, akkor ez probléma-e? Az illatban van-e már mosus, van-e szubstancia az illatban? Azt mondja erre ráv, baszos kutas saménse cslaim, baszos nevéle kahus, hogyha egy zsíros kóserhúst egy térben sütnek egy száraz tréfli hússal. Az tilos. My time on, mi fat mi hadadim. Mert egymást meg, hogy kéne ezt mondani, hízlalják.
Tehát az illatuk, az egymásnak az aroma, aromázzák. Átmegy az egyiknek az aromája a másikba. Először a zsíros húsnak az aromája átmegy a tréflibe, mert ugye az a zsírosabb. És utána visszajön visszajön a tréfliről a kósere. Lévi amár a filubaszas hot a kahus a szlajn basz nevéle sammen mutter máj támeréha bálmobréha láb milszaj. Lévi nem ért egyet rával, és azt mondja, nem, még ha fordítva lenne, az is meg lenne engedve. Hogyha ne, ha a kóser hús lenne zsíros, a tréfli hús lenne zsíros, és a kóser lenne sovány, akkor is meg lenne engedve. Miért? Mert ugyan aromát ad az egyik a másiknak, a tréfli közvetlenül ad aromát a kósernek, mert ő maga zsíros, de az aroma, az illat, az nem, abban nincs már mosus, abban nincs semmi szubstancia. Réha láv milszahú. Az illatnak nincsen szubstanciája. Amit Lévi, ufda, vére is galussza, big di, ve davaráhe. És Lévi, hogy gondolom, hogy bizonyítsa a saját igazát, a Rézsgalusza a fejedelemnek a házában együtt sütött, egy légtérben sütött, kapaszkodjunk meg, egy kecskegidát és egy malacot. És hiába egy légtérben voltak, és a malacnak a illata átment a kecskegidára, ő ezt azt mondta, ez nem probléma. Az illatban nincsen ma masusz. Mészvei, én szóin is népszakim kell, mit náterai vesz. A Talmud itt ezt fogja elemezni, hogy akkor Lévinek igaza van-e vagy sem. Hogy a illatban nincsen semmilyen szubstancia. Tanultuk egy brájtában, hogy két Pészak áldozatot nem lehet egy légtérben, vagy együtt sütni. Mit ne játára jövesz? Abból indulunk, hogy miért nem lehet őket együtt sütni, mert ugye félünk, hogy összekeverednek, és akkor azt a Pészakot fogják enni, félünk, hogy összekeverednek. Mit jelent az, hogy összekeverednek? Máj láb, lett a ruvesztám, mert kássele lejvi. Mit jelent az, hogy összekeverednek? Hogy az ízük, az aromájuk fog keveredni. Még egyszer. A Brájta csak annyit mondta, hogy nem szabad együtt sütni, egy légtérben sütni két Pészak áldozatot. Miért nem? Mert összekeverednek. Mit gondolunk, hogy mit jelent az összekeverék? Hogy az ízük, az illatuk össze fog keveredni. És hogyha az én Pészak áldozatomra a te Pészak áldozatod illata rámegy, akkor én kicsit eszek a te Pészak áldozatodból is, pedig arra nem vagyok feliratkozva, és ez egy probléma. Most mit látunk ebből, hogyha így értelmezzük a brájtát, hogy az illat, jézsbaim a mosus, abban van szubstancia. Azt mondja, Talmud lő, mint néta rufejsz gufin, nem erről van szó, nem az íz fog keveredni, vagy az illat, hanem magát a két áldozatot összekeverem, és véletlenül az A csoport a B csoport áldozatát fogja hazavinni, a B csoport meg az A csoport áldozatát fogja hazavinni. Hakinám is távra mindegy tani széfa, filuk divetli tale. És logikus is, hogy ez az értelme annak, hogy összekeverednek, mert mit mond a Bright a vége, hogy ez még akkor is tilos, hogyha az egyik csoportnak egy kecskegidája van, a másiknak egy báránya, amit nehezebb összekeverni. Ilyen Márta vislemükné guffon hajnodik táni a filuk dívet hale. Le ilyen Márta, ami ütné terővész táni, ütné málik dívet li, málik tig dívet di. Azt mondtam, hogy ha igaz az, hogy itt nem a ízek keveredéséről van szó, hanem a testek keveredéséről, akkor logikus, hogy a Bright azt mondja, hogy ez még akkor is így van, hogyha két teljesen különböző állatról beszélünk. De hogyha az ízek keveredéséről van szó, akkor mit jelent az, hogy ez még akkor is így van, ha kit érdekel, hogy két különböző fajta állat, vagy két egyformán. El a máj, el karkhavin terüvesz gufinu da asszur, ával terüvesz támim sari. Akkor ezek szerint mi jön ki ebből, hogy a Brájta miről beszél? Arról, hogy azért tilos együtt sütni, mert nehogy a két test összekeveredjen. Aha, akkor viszont most megfordítjuk a kérdést, akkor ez rával szemben lesz kérdés. Miért? Maga ezek szerint a probléma csak az, hogy a két test összekeveredik, de az, hogy az illatuk összekeveredik, az nem probléma. Akkor mit fog erre mondani ráv, aki szerint az illatban van szubstancia? Léma te hávétű jufta, de ráv azt mondja erre ráv, mert virmen nem hallgatom már ezt kinnan, különösen szlajbesték, de azt mondja erre virmen, miről beszélünk itt, azért nem probléma ez ráv szerint, mert miről beszélünk itt, hogy két külön lábosba vannak sütve.
Steak délő szálka dájtak? Két lábosban? Hát nem lehet lábosban sütni Pészaki áldozatot, az csak nyáson lehet. Elején ma kein steak délő. Úgy kell ezt értem, mintha két lábos. Valahogy nagyon erősen el vannak választva egymástól. És ezért az illat nem megy át. Vahik amár, és a következő kép kell a brájtát olvasni. Én szóin is népszakim kell elhagyunk ne terajvesz. Nem szabad együtt sütni két Pészak áldozatot, nehogy összekeveredjenek. Máj terajvesz, terajvesz támim. Mit jelent az, hogy összekeverednek, hogy az ízük összekeveredik? Vá filu kein steak délősz, és még akkor is, hogy nagyon szét vannak választva, mint hogyha két külön lábosban lennének, és ezért nem lehet őknek, az ízük nem fog keveredni. De léka tévesz támim, asszur, akkor is tilos, mi sumterővesz gufin a filuk divet le. Mert nehogy a testek összekeveredjenek, és a rossz csoport a rosszat figyel haza, és ez még akkor is így van, hogy az egyik kecske a másik bárány. Oké, akkor mit látunk? Ebből nem sikerült egyik vélemény sem visszautasíthatatlanul bizonyítanunk, és ezért egyenlőre ott tartunk, hogy van egy vélemény, a Ráv azt mondja, hogy réha jésba masos, az illatnak van szubstanciája, és Smuel azt mondja, hogy nincs szubstanciája. Rávi és Lévi. Bocsánat, és Lévi azt mondja, hogy az illatnak nincs szubstanciája. És a Talmud azt fogja mondani, hogy oly sokszor szokott csinálni, hogy igazából ez a vita, ez egy tanák közötti vita. Ez már a korábbi Misna nemzedékében is vita volt. Amár Ráv Meri, Ketanai. Szerintem ez egy tanaita vita. De mit olvasunk a Truma traktátusban? A Röjde Paszhamo. Nosna alpi haviszjány és a Truma. Mi történik addig, hogyha, akkor, hogyha leveszek egy forró pitát, és rárakom a boros hordóra. És ez a bor, ez egy truma bor. Rabbi Meir öiszer, akkor Rabbi Meir megtiltja a forró, vagy megtiltja ezt a pitát. Miért? Mert a bornak a íze átmegy, az illata, azt magába szívja a forró kenyér, és ezért olyan, mint a truma lenne a kenyér maga is, trumával keveredett volna, és azért tilos kohanitákon kívül azt tilos bárkinek fogyasztani. Rabbi Yehuda Matir, Rabbi Yehuda viszont megengedi. Rabbi Yossi Matir, Bechsel Chitin, Vajosser Bechsel Szöjrin, Bechsel Szöjrin, Sziávos Máj Láv, Tanai. Rabbi Yossi pedig azt mondja, hogy ez csak akkor tilos, hogyha ez a kenyér, ez árpalisztből van, az jobban magába szívja az ízt, az illatot, és ezért az tilos. De hogyha ez, bocsánat, akkor botárságot mondtam, tehát az árpa kenyér, az kevésbé szívja magába az illatot, és azért ez Tamás. Oké. Okay. Szóval azt mondja a Vajsi, hogy a árpa. Bocsánat. Azt mondja a Vajsi, hogy az árpa kenyér az kevésbé szívja magába az illatot, és ezért az lehet, de az bocsánat. Megzavartál Tamás. A búzalisz kenyér kevésbé szívja magába az illatot, és azt nem lehet, és azt lehet, a árpa az jobban az magába szívja illatot, és azt nem lehet. De mindenesetre mit látunk? Hogy van egy véleményük, amik azt mondja, hogy a kenyér az tilos, mert magába szívja a trumának az illatát, és van egy véleményük azt mondja, hogy megengedett, és a véleményük középen van. De mi a vita? Akkor ezek szerint biztos az a vita, hogy az illatban van-e a mosus, van-e szubstancia. De már szaveréke láb milszői, már szaveréke milszői. Valószínűleg arról van szó, hogy az egyik vélemény, ami Huda, aki megengedi a kenyeret, a pitát, az úgy azon a vélemény van, hogy az illatban nincs mamosus, nincs benne szubstancia. A másik vélemény azt mondja, aki megtiltja arra, hogy miért, az meg azt mondja, hogy az illatban van szubstancia. Lévi vádájt a nai, de ráv nám itt a nai. És akkor Lévi szerint, aki ugye azon a vélemény van, hogy az illatban nincs szubstancia, az biztos, hogy az az állásponta lesz, hogy valóban ez egy tanaita vita, és Rabbi Meir nem az ő álláspontját képviseli. De Ráv, viszont Ráv, aki azt mondja, hogy az illatban van szubstancia, ő is így fog szólni. Hogy akkor szerinte is ezek a vélemények közül ezen vélemények közül nem mindegyik az ő véleménye? Amelek a Ráv, de kulámeréha, mi lesz a Ráv, azt mondja, nem. Én el tudom neked magyarázni ezt a brájtát úgy,
hogy az jön ki belőle, hogy mindegyik vélemény szerint a illatban van szubstancia. Lávit már a hída, mert abban a hamarában is laki, és bepászkám a bekhavisz pszuchadivrákai lasz. És hogyan fogom ezt magyarázni? Úgy, ahogy Rábában a hamarában és laki is nevén mondta, hogy miről van szó, hogyha egy forró kenyeret a nyitott boros hordó tetejére teszem, az mindenki szerint tilos. De pászkám ez a havisz meg gufa, lédivrákai mutor, ha egy teljesen zárt hordótra teszem, akkor mindenki szerint megengedett. Lőjnek meg, hogy előpászva havisz haszum, vagy pászkám nem, ez a havisz pszucha. A vita csak arról szólt, hogy forró kenyeret teszek rá egy zárt hordóra, vagy egy hideg kenyeret egy nyitott hordóra, akkor van a vita. Magyarul mit akar mondani rá, hogy azzal az alaptézissel, hogy az illat van olyan helyzet, amikor szubstancia, az a mindenki egyetért. A kérdés az, hogy melyik az a pont, amitől már az illat átadódik. És ez erről vitatkoznak szerinte a brájtában. Tani rávkána breid rávkínen a szava, pássa affa im cali betánúr, asszule echla bekutha. Rávkána azt mondta, hogy ha valamilyen kenyeret együtt sütünk a hússal a egy kemencében, akkor is ha nem érintkezett vele, akkor az a kenyér húsos lesz, abban az értelemben, hogy tilos teljes mártással együtt enni. A híbe nisza, de itfa be hadebiszra, asszul ravami pár zika le michle bekutha, és ugyanígy egy hal, ami együtt sült a hússal, az tilos teljessel utána együtt enni. Márbára ási amár a fil... Milyen? Mert az is átvette a húsnak az illatát, ízét, és az olyan, mert kicsit, mintha húsos lenne, de tilos teljel együtt enni. Itt ugye ez nem azt jelenti például a kenyérnél, hogyha kenyeret sütöttünk a hússal együtt a sütőben, az tilos teljel enni, de nem azt jelenti, hogy a kenyér húsos lesz, olyan, mint a húst tettem volna, csak egyszerre a teljel tilos enni. Már belevási amár a filbe milchan námi asszúra, misum de kásle reik, vagy davaráhe. Azt mondja, belevási, ez a hal, amit együtt sütöttem hússal, ezt bármivel, még csak sima sóval is tilos enni. Miért? Mert egyrészt nagyon rossz lesz az ember, az egészségtelen. Egyrészt rossz száj szagot fog eredményezni, másrészt leprát fog eredményezni. Ugye a talmudi bölcsek szerint a hús és a hal keverése az egészségtelen. Különböző betegségeket okoz. Ez az oka annak, hogy a mondjuk sábeszkor, amikor esszük a szombati étkezést, először van hal, és utána van hús, és le kell szedni a halas, tehát teljesen külön evőeszközzel és külön tányérból esszük a halat. A hal alapvetően párve, de nem lehet együtt enni a hússal. Egészségtelen együtt enni a hússal. Mi a helyzet a hal és a tej? Most alapból a hal és a tejjel nem lenne gond. Hiszen látjuk itt is, hogy azt mondja, hogy akkor nem lehet a halat együtt enni a tejjel, hogyha együtt sült a hússal, akkor ez egy máskor lehet. De a Shulchan Aruchban van egy hely, amikor arról beszél, hogy a halat tilos együtt enni a hússal, hirtelen ezt mondja, és tilos együtt enni a tejjel. Most az egyik vélemény szerint ez csak egy elírás, és a tej összekeveredett a hússal. Magyarul hús helyett véletlenül tejet írt a szerkesztő. A másik vélemény szerint nem, a tejjel is tilos enni, és azért a gyakorlatban nem szoktuk a halat a tejjel keverni, együtt főzni. De mondjuk például sajttal már szoktak, van a legtöbben szokták. Oké, okay. Idáig tartott a kosersági továbbképzés, és most végelezetül a 76-os lap végén egy új misna következik. Ugye emlékezzünk vissza, hogy azt mondtuk, hogy alapból ugye tisztátalanul tilos bemenni a szentélybe, és tilos áldozatot hozni, de például a Pészak áldozat esetén, hogyha a közösség többsége tisztátalan, akkor ez egy felmentést ad, és lehet áldozatot hozni. Vannak további olyan áldozatok, amiket, ha a közösség többsége tisztátalan, meg lehet hozni, de ezeknél általában arról beszélünk, hogy nem lehet őket elfogyasztani. Meg lehet hozni az áldozatot, de nem lehet elfogyasztani. Nézzük. Ha misad, varim, baim, betuma, ve innene, halim, betuma. Ötféle olyan áldozat van, amit tisztátalanságban is meg lehet hozni, ha a közösség többsége tisztátalan.
De nem lehet fogyasztani tisztátalanságban. Ha oimer, stej a lechem, lechem a panim, zivche salmit cibur, szíri rase hadasi. Az ómer áldozat, ugye az az áldozat, amit Pészak másnapján hozunk az új termésből, az új termésből, és ezzel fölengedjük az új termés alatti, az új termés fölötti tilalmat. A másik stél lechem, az, amit Sávótkor hozunk, a két kenyér áldozata, amit már lisztből hozunk, az új búzából, az új lisztből. Lechem a panim, akkor maga a színkenyér áldozata, amit ugye minden pénteken, minden sábeszkor a Szentek Szentje előtt raktak le. Zivche salmi cibur, és a közösségi slamim áldozat, ami tulajdonképpen nem más, mint az a kísérő, két bárányból kísérő áldozat, ami a két kenyér áldozatot Sávótkor kíséri. Szirirasekadasim, és az új holdkor hozott Szeir áldozat, ami tulajdonképpen egy bűnáldozat, egy áldozat a új holdon hozandó áldozatok közül, amit alapból a kohaniták kellene, hogy megegyenek, de ugye mindezekben az esetekben azt mondjuk, hogy az áldozatot meg lehet hozni, de nem lehet megenni, hogyha a közösség többsége tisztátalan. A Pészak se ba betuma, nehol betuma, de egy kivétel ugye a Pészak áldozat, ami, hogyha tisztátalanságban is lett hozva, meg is lehet enni tisztátalanságban. Tehát el is lehet fogyasztani. És a lajba mit hila, azt mondja el a hila, hiszen a Pészak áldozatnak a lényege, hogy elfogyasszuk a széder este. Oké. Ennyi tartotta Brájta. Jön a Talmud. A Talmud azt kérdezi, ha misolim utem máj. Miért mondja a Talmud a misna azt, hogy 5 áldozat? Mint hogyha lennének továbbiak, amelyekről fölmerült volna esetleg ebbe a kategóriába tartoznak, de ezek azok ki vannak zárva. Tehát mit akar kizárni ezzel a megszámozással? De múlté hagigás, ami se az? Az ki akarja zárni a 15-én hozandó hagiga áldozatot. Ugye tanultuk már, hogy van minden ünnepen hagiga áldozat, amit az ünnep első napján kell hozni, de ha nem hoztam meg, akkor lehet pótolni az ünnep további napjain. Szálka rájtok a minna, kíván de karben ciborhú, ukvíjale, majjájde titkítuma. Azt gondoltam volna, hogy mivel ez egy közösségi áldozat, aminek fix időpontja van, akkor ez is olyan, abba a kategóriába tartozik, amelyet meg lehet hozni akkor, hogyha a közösség nagy része tisztátalan, hogy ezt majd a jövőben tanulni fogjuk, hogy ez a logika hogy áll föl. Másmalan, ezért mondja a misna, hogy nem, ez nem tartozik oda. Amikor azt mondja, hogy 5, akkor azt akarja mondani, hogy ez a 6., ez nem tartozik ide. Miért nem? Kivén de iszlét a slumin, kol siva, mivel ezt lehet pótolni az ünnep további napjain, löj dachés sábez, akkor ez a szombaton nem lehet hozni, ugye, ahogy ezt már tanultuk. Ha viszont szombaton nem lehet hozni, akkor a közösség akkor sem lehet hozni, hogyha a közösség nagy része tisztátalan, hogy ezt majd tanulni fogjuk, hogy azokat az áldozatokat lehet tisztátalanságban is hozni, hogyha a közösség nagy része tisztátalan, amely áldozatokat amúgy szombaton is meg lehet hozni. Drága barátaim, köszönöm szépen a figyelmet, idáig tartott a 76-os lap, és a mai tananyag is, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, köszönöm a megtisztelő figyelmet. Holnap este a Sábesz kimenete után ismét találkozunk, rendületlenül folytatjuk a tanulást. Addig is kívánok mindenkinek jó pihenést, egy jó szombatot, gut Sábesz, Shabbat, Shalom!